Németh Szilárd Budapest egyik elismert tetováló művésze. Igényes munkáival közel másfél évtizede díszíti vendégei testét. Ez az ő története. Mikor kezdtem el tetoválni, már idejét sem tudom. Nem azért, mert olyan öreg vagyok, hanem olyan elég volt. Nagyjából 13, talán 14 éve is van ennek. Annak idején volt katonaság, ahol nekem sikerült bekerülnöm. És ott találkoztam először tetoválással. Nyilván volt egy csomó ember, aki tetovált volt már, hiszen Magyarországon is voltak tetovált emberek, csak akkor még egy kicsit, hát hogy is mondjam, komolyabb előítéletek voltak a tetovált emberekkel kapcsolatban, mint szerencsére manapság. Ott volt egy srác, Csárinak hívták, egyébként Németh Károly volt az ő neve, aki szanaszéjjel volt tetoválva, a karjai, hasa, és akkor láttam emberem élőben tetoválást először. Nagyon rácsodálkoztam, hogy ez eddig nekem fel se tűnt. Olyan, mint mondjuk egy kukás autó, amit az ember nap mint nap lát, de amíg nem utazik rajta, addig nyilván nem ugyanaz az élmény. Jó barátságban kerültem Charlie-val, melynek következtében tetoválás lett az én lábamon tőle, amit szerencsére azóta eltakartattam. Nem azért, mert olyan rossz lett, hanem nem lett jó. Charlie-nak volt egy tetoválógépe, ami egy Paxtorból, egy talán Walkman motorból, meg nem tudom miben volt összehezkelválva, és ezzel tetovált bent bátor katonákat. Hazamentem, miután leszereltem, és gondoltam, hogy ha ez a Charlie gyerek tudott ezzel a bénassággal tetoválni, akkor én is csinálok egy tetoválógépet magamnak, és akkor majd lesz, ami lesz. Hasonló bénagépet nekem is sikerült összerakni, mint az ővé volt, és először magamat húztam néhány vonalat. Szerencsére nem hosszúakat, meg nem látványosakat, és elkezdtem, hát, hogy is mondjam, hát hívjuk tetoválásnak, tetoválni. Akkor már én rajzolgattam hosszú-hosszú ideje, és azt gondoltam, hogy tök jól tudok rajzolni, úgyhogy nem lesz gond ez a tetoválás dolog. Ezután a pár centi vonal húzás után erőt merítettem, és azt mondtam, hogy na, veszek tetoválógépet. Ez a 90-es évek vége felé volt Magyarországon. Nem voltak boltok, nem úgy, mint most, hogy bementem egy tetováló felszerelést árusító boltba, és akkor vettem magamnak tűt, tintát, vagy amit kellett, hanem volt egy darab olyan bolt, ahol ha szerencséd volt, akkor találtál olyan cuccot, amivel talán lehet tetoválni. Vettem is egy gépet, meg néhány olyan dolgot, amit azt mondták, hogy kell, de még nem tudtam, hogy mik ezek, markolat, tű, stb. Összeraktam és mondtam, én már tetováló vagyok. Volt egy nagyon jó barátom, aki azóta is egy régi cimborám, Farkas Norbi, Noemi, és rajta műveltem az életem első igazi tetoválását. Sikerült kimennem Írországba tetoválni, akkor már úgy gondoltam, hogy akár tényleg eljutottam arra a szintre, hogy bárkinek meg tudom a nagyvilágban mutatni, és Írországban volt egy hirdetés, hogy tetoválót keresnek. Kimentem. Egy mostani szemmel látva, hogy teljesen béna stúdióba sikerült elhelyezkednem, ahol semmilyen feltétel nem volt adott ahhoz, hogy az ember normális tetoválásokat készítsen, de én nagyon örültem neki, hogy végre stúdióban dolgozom, nem otthon a négy fal között és barátoknak, ismerősöknek, hanem végre a stúdióban. Aztán hazajöttem, én nem akartam továbbra sem különösebben stúdióban dolgozni, de akkor én már járogattam be nagy nevű magyar tetováló mesterekhez, akikről próbáltam ellesni a szakma csínyát, bínyát. És itt hallottam egy tök jó munkalehetőséget, egy másik stúdióba tudtam elmenni fix tetoválónak, és ott dolgoztam utána egy bő egy másfél évet, de akkor már körvonalazódott bennem, hogy előbb-utóbb én szeretnék egy saját
saját kis stúdiót nyitni, ahol a saját szabályaim, a saját ízléseim érvényesülhetnek. Sikerült is rátalálnom legelőször Gáborra, akivel a mai napig együtt dolgozom, Kovács Gép Gábor. Ő bejött annak idén a stúdióba és mondta, hogy ő szeretne tetoválóként dolgozni, de még rengeteget kell tanulni, stb. És akkor mondtam neki, hogy na Gábor, én meg pont keresnék magam mellé esetleg valakit. Úgyhogy így összefonódott, véletlenek nincsenek, összefonódott a mi sorsunk. Nekiálltunk együtt, akkor már ketten keresni egy jó kis helyet, ahol tudnánk egy jó stúdiót nyitni. Meg is találtuk itt a Móricz Zsigmond körtéren. Nemrég voltunk Lipcsében, ahol sikerült megnyernünk a fesztivál vasárnapi fődíját, a legjobb tetoválást nekünk sikerült vasárnap begyűjtenünk, úgyhogy ez egy tök nagy élmény volt, úgyhogy reméljük, hogy lesz még sok ilyen. Most utazunk majd Dublinba, ahol megint nyerünk. Amikor én elkezdtem, nyilván rengeteg apró, ma már jelentéktelennek mondható tetoválást készítettem, feliratokat, nonfiguratív ábrákat, olyan dolgokat, amikhez technikai tudás talán annyira nem szükséges. Ma már ezeket igyekszem kerülni, nyilván nem esik le a karika gyűrű az ujjamon, megcsinálom, ha kell, de talán már annyira nem szívesen. Pusztán csak azért, mert időpazarlásnak gondolom, már egy jó csaj kér, hogy nyilván szívesen tetoválok rá a kárját is. Ez a szakma nagyon, nagyon az alázatról szólt. Én nem tehetem meg azt, hogy most akkor én kijelentem, hogy most már nem fogok csinálni csak teli hátakat, vagy innentől kezdve csak, tudom is, én portrékat vagyok hajlandó tetoválni. Mert azon túl, hogy Magyarországon azt a géhen halnék, mert ez nem Amerika, ahol az ember specializálódhat egy-egy dologra, és akkor abból tök jól megél. Másodszorban meg én azt gondolom, hogy a változatosság fontos, és hogyha valaki tőlem szeretne egy tetoválást, akkor én azt azért a mai napig egy elég nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy megbízik bennem, és időt és energiát áldozol arra, hogy akkor együtt tudjunk dolgozni. Évek alatt szép lassan kialakul nyilván mindenkinek a stílusa, esetleg stílusjegyei, ha szerencséje van. Én azt gondolom, hogy nekem ez még nem alakult ki. Miként Magyarországon élünk, én szerencsére mindenféle stílusban már ki tudtam magam próbálni, úgy az ázsiai, orientális mintákon át, oly sokszor felemelegetett non-figuratívon keresztül a kicsit ilyen rajzfilmesebb, kártunos, new school-os vonalig. Mindegyikben igyekszem magamat otthon érezni, de nyilván mindegyikben egy kicsit beleteszem magamat. És ez egy tudatalatti dolog, tehát nem tudnám megmondani, hogy mit változtatok, vagy miért változtatok egy-egy mintán. Ez csak úgy jön. Hogy mit szeretek a legjobban tetoválni, nem tudnám megmondani, de azt talán ázsiai dolgokban vagyok kicsit magabiztosabb, mert abból viszonylag sokat csináltam, illetve ezekből a rajzfilmek dolgokból, de azokat meg nagyon szeretem. Nekem nagyon nagy szerencsém van, mert a vendégeim nagyon nagy része úgy jön hozzám, hogy Szilárd, csinálj, amit szeretnél. Tehát elmondják nagyjából, hogy mégis hova gondolnának egy tetoválást, talán még azt is, hogy mi a fő téma, de onnantól kezdve nagyjából mindent rám bíznak, hogy mekkora legyen a méret, pontosan hogy is nézzen ki a végeredmény, azt abszolút nem szokták bízni. És ez jó, ez egy nagyon jó érzés, ez egy plusz nekem, hogy megbíznak ennyire bennem. Az én lábamon először volt egy ilyen kis dolog, amit még a seregben tetováltattam, ez egy halszálka volt a vádlimon. Mindig is imádtam a halakat, az állatokat, mindenféle tengeri dolgot, és azt gondoltam, hogy ez jó lesz. Aztán nyilván egy 5-10 évek kis rájöttem, hogy ez több béna a tetkó, másodszor meg nem ezt képzeltem el, nem ilyennek álmodtam meg az egészet, úgyhogy azt jól letakartottam, úgyhogy most a vádlimon nagyjából körbe egy ilyen nagy tengeri akvárium van, vannak rajta bohóchalak, rája, cápa, teknős, meg tudom is ilyen ritkán nézem, medúza az mint, de majd talán egyszer az is lesz. Én azt gondolom, hogy az elmúlt pár évben nem akartam senkit rábeszélni tetoválásra, sőt,
sokkal több ember beszéltem inkább le tetoválásról. Régebben persze, amíg még talán kezdő voltam, és az volt a lényeg, hogy minél többet tetováljak, sok olyan dolgot csináltam, amivel nem biztos, hogy egyetértettem. Ma már szerencsére az én fejem is benőtt, meg talán eljutottam arra a szintre, hogy most már merek nemet mondani, merem a saját igazamat és a saját stílusomat talán ráerőltetni valakire, ami nem mindig jó, de igen. Akinek szét van már varva a keze, és azt mondja, hogy le tudott vele élni komoly éveket, az már tudja, hogy milyen ezzel együtt élni. Mert ezzel együtt kell tudni élni, hogy az emberek megnézik, mutogatnak, hülye kérdéseket tesznek fel vele kapcsolatban, hogy miért ezt, meg mit jelent, meg ilyesmi. Csomószor csak azért tetováltat az ember, mert tetszik. De nagyon fiatal az ember, mert tetováltasson a helyre, amit aztán később megválhat. Sajnos Magyarországon még a munka, meg mindenféle egzisztencia az kizárja azt, hogy az embernek mondjuk olyan helyen legyen tetkója, amit ő mindenképpen szeretne. Nem biztos, hogy egy bankba vagy egy olyan munkahelyre föl fogják venni, pusztán csak azért, mert van a csuklóján egy bármilyen tetoválás. Sajnos még ezt nem sikerült, ezt az apró kis lépcsőfokot meglépnünk, de az tény, hogy az elmúlt 20 évben rengeteget fejlődött Magyarország, illetve a tetoválás megítélése itthon. Ez az jó, talán ezen az úton, egy idő után oda, hogy bárki bárhoz, hogy foglalkoztatok.